Szeretettel köszöntöm a nézőket, és köszöntöm vendégemet a stúdióba, dr. Kálnoki Gyöngyösi Mártont, a város turisztikai és kulturális vezetőjét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És ugye, hát amiről ma beszélgetünk, az több minden téma lenne, de talán kezdjük az a legaktuálisabbal. Ugye ma délután nyílik a Czóbel Béla kiállítás a Művészetmalomban. Mikor volt utoljára Magyarországon Czóbelnek kiállítása, főleg ilyen nagy volumenű? Hát az utolsó kiállítás az nagy volumenű volt 1971-ben, tehát finoman kifejezően sem tegnap. Ugye évtizedek teltek el, akkor még élt a mester, tehát ez az életében megvalósult kiállítás volt. Személyis fültanúkkal beszélve merem most már mondani, hogy a mostani művészetmalombeli kiállítás léptékekkel nagyobb, mint az az akkori kiállítás volt. Honnan, hány országból érkeztek most alkotások ide erre a kiállításra? 55 kölcsönzési kérelmet küldtünk el szerte a világba, nem is tudom megmondani most hirtelen hány ország, de csak felsorolásképpen azért mondanám, hogy Németország, Ausztria, Hollandia, Belgium, Franciaország, az Egyesült Államok, ami így hirtelen eszembe jut, talán Olaszország is volt. Azért az, hogy 55 kölcsönzési kérelmet szétküldhettünk a világba, az jelzi, hogy ennek a kiállításnak a léptéke az meglehetősen nagy. Mintegy 230 alkotás lesz látható a Művészetmalomban. Nagyon sok olyan kép is van, ami évek óta nem járt Magyarországon, sőt olyan is, ami soha nem járt Magyarországon. A mester a 20-as, 30-as években külföldön megfestette, ott eladta, és így ottani magángyűjteménybe vagy közgyűjteménybe került. Sőt, olyan kép is lesz, ami eddig ismeretlen volt a szakma számára. Egy kölcsönzési kérelmünk kapcsán az egyik múzeum jelezte, hogy nekik még van három másik Czóbel képük is, és hát a művészettörténészek megállapították, hogy ezek valóban eredeti Czóbel képek, nem ismert vagy kevésbé ismert képek, és nagyon jó lenne őket kiállítani, így ezeket is elhozhattuk, és láthatóak lesznek a kiállításban. Mintegy 10%-a a kiállításnak a saját anyagunk, tehát a Szentendrei Ferenci Múzeum Czóbel gyűjteménye. Ez nem azt jelenti, hogy a mi anyagunk szegény lenne, hanem az volt a fő célkitűzésünk, hogy elsősorban úgymond idegen anyagot mutassunk itt meg, és nem a saját anyagunkat, ami egyébként jó részt látható a Templomdombi Czóbel Múzeumban. Az a törekvésünk, hogy a kiállítás időtartam alatt végig látogatható lesz a Czóbel Múzeum, tehát ha valaki megnézi ezt a nagy kiállítást, és kedvet kap ahhoz, hogy még jobban elmélyedjen Czóbel Béla festészetében, az fölsétálhat a Templomdombra, és megnézheti az állandó kiállítást. Ugye hát nagyon sok helyről érkeznek a képek, de időben mások ezek a képek, tehát Czóbel melyik korszakából valók, illetve lehet-e egyáltalán ezt így kifejezni? Ez egy nagyon jó kérdés, mert a mi anyagunk például pont a korai korszakban viszonylag szegényes. Ugye abból kevesebb kép maradt itt Szentendrén, viszont ez a kiállítás bőségesen hozza az első évtizedeknek az alkotásait. Ha valaki megnézi a kezdeteket, akkor meg fogja érteni, hogy mit keresett Czóbel Szentendrén. Egy igazi klasszikus nagybányai festő áll velünk szembe. Nagyon szép, gyönyörű nagybányai piktúrát láthatunk ezeken a korai képein, és akkor meg tudjuk érteni, hogy a 40-es években miért jött ő is Szentendrére, azon festők után, akik egy új nagybányát szerettek volna itt létrehozni. Egészen más életúttal és egészen más alkotói pályával, mint más nagybányáról indult festők, de mégiscsak a gyökereket keresve jött ide, és lett a szó nemes értelmében igazi szentendrei festő. Nemzetközileg is nagyon közkedvelt Czóbel Béla, sokáig élt Franciaországban. Milyen visszhangja várható, akár nemzetközileg, illetve hazánkban ennek a kiállításnak? Czóbel Béla életét két város határozta meg, és erre büszkék lehetünk, Párizs és Szentendre. És ezt ő maga is nagyon tudatosan vallotta is, és a festészetén is ez látható. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha Franciaországban ezt a nevet kimondjuk, hogy Czóbel, vagy egy kiállítást rendeznek, ahol Czóbel Béla is megjelenik, akkor jóval nagyobb tömegeket mozgat meg, mint Magyarországon. Ez egy kicsit sajnálatos, hogy itt kezd a feledésbe menni, és ez a kiállítás ezért is fontos, egy régi adósságunkat törlesztjük ezzel. Nagyon komoly hívószó a Czóbel név külföldön, nem csak a magángyűjtők körében, hanem általában a 20. századi festészet iránt érdeklődők körében. Most mondhatnám azt, hogy olyan festőkkel ápolt jó barátságot, és olyan festők tekintettek rá, mint nagyművészre, mint Picasso, Braque, Modigliani, és ez jelzi Czóbelnek a helyét a nemzetközi festészetben. Azt hiszem, hogy ha ez a kiállítás most tényleg eléri a célját, és jól sikerül, és a magyar közönség újra fölfedezi
kvázi Czóber Béla festészetét, akkor elértük azt a célunkat, amire egyébként bennünket a Ferenci Múzeumot Czóber Béla végrendelete is kötelez, hiszen minket jelölt ki az alkotói hagyaték gondozójának, és ez bizony komoly felelősséggel jár. Én nagyon szeretném elérni, hogy ezen kiállítás megvalósításán túl az idén a Szentendrei Czóber Múzeum felújítása is megvalósulhasson. És ennek egyébként mi lehet az oka, hogy Czóber egy kicsit feledésbe merült az utóbbi időbe, ahogy említette, hát elég régen volt már kiállítása hazánkban. Ennek valószínűleg több oka van. Azt hiszem, hogy azért itt a különböző politikai rendszerváltások során nagyon sokszor korábban olyan értékek, amit az előző rendszer is fontosnak tartott, elsikkadnak. Ugye Czóbernek egyfajta védnöke volt Acél György, ezt kár is lenne tagadni. Neki köszönheti a Szentendrei Czóber Múzeumot. Mondhatnánk azt is, hogy a kommunista rendszer megtűrt, és egyébként sokszor támogatott festőjéről van szó, de ez egy nagyon sematikus megközelítése lenne. Czóber tehetsége messze, messze áttör mindenfajta politikai rendszeren, újra föl kell fedezni ezeket az értékeket. Milyen igényelte különösebb biztosítási frázisokat, biztosítási igényeket kellette a múzeumnak most bevezetni, hogy a képek ide jöttek ugye ilyen nagyon sok helyről, különböző országról? Mi alapvetően olyan biztonsági protokollokkal dolgozunk, ami a nemzetközi előírásoknak megfelel, természetesen ezeken most szigorítottunk, illetve a megfelelő műtárgybiztosításokat megkötöttük, és igyekszünk mindent elkövetni a műtárgyak biztonsága és állagának védelme érdekében. Volt már egyébként nagy értékű kiállítás a Malomban, és abban bízom, hogy lesz is. Ez a Czóber kiállítás azonban valóban egyedi abban a tekintetben, hogy nem csak a minőségét tekintve nagy vállalkozás, hanem a mennyiséget tekintve, és hogyha belegondolunk, hogy eddig a legnagyobb kiállítás a Malomban a 180 festmény volt, és már az is a szűkösséget jelezte. Most bizony némiképpen a belső terekben változtatni kellett belső építészeti eszközökkel annak érdekében, hogy ez a több mint 230 alkotás kikerülhessen. Ugye most ma nyílik 5 órakor a kiállítás, meddig látogatható, meddig láthatják az érdeklődők? Augusztus 31-ig, tehát 3 hónapig lesz nyitva a kiállítás, és hétfő kivételével minden nap megtekinthető 10 és este 6 óra között. Ugye hát ez a mai rendezvény lesz, de hát a hétvégén lesz még nagyon sok minden más rendezvény is Szentendrén. Többi között újraindul a Dumcsa forgatag, ami ugye előző években Dumcsa Korzó néven működött itt a városban. Ezen kívül, hogy a név változott, milyen változások történtek ezzel a programmal kapcsolatban? A Dumcsa forgatag a mostani definíciója szerint egy civilek által kezdeményezett városi rendezvény. Ugye eredetileg ez egy civil rendezvény volt, volt egy olyan törekvés, hogy tisztán városi, tehát hivatalos rendezvény legyen, félúton sikerült megállni, ennyiben van némiképpen változás a korábbiakhoz képest, de a programok kínálata, összetétele az ott résztvevők tekintetében én azt gondolom, hogy nincs igazán érdemi változás, nagyon törekszünk arra, hogy a színvonalat tovább emeljük, valóban olyan igényes kínálatot nyújtsunk az ideérkezőknek, vagy ott időt eltölteni kívánó, szórakozni vágyó közönségnek, hogy valóban azt mondják, hogy Szentendre megmutatja a legjobb arcait, ide érdemes eljönni, itt érdemes időt eltölteni. A Dumcsa forgatag kapcsán, ami ugye alapvetően egy kulturális gasztrofesztiválként definiálható, ha szabad ilyen fogalmakkal terhelni a nézőket. Nagyon sok egyéb csatlakozó rendezvény is lesz, ami már nem a Dumcsa utcában valósul meg, de természetesen szerves összhangban a Dumcsa forgataggal. Ilyen lesz a júniusi sörfesztivál és az augusztus végi borfesztivál, ami a Dunakorzón lesz, tehát az lesz a súlypont. De én azt gondolom, hogy akkora tömeget fog megmozgatni, hogy itt a Dumcsa forgataggal együtt mindenképpen egy izgalmas rendezvénysorozatnak nézzünk elébe. Sikerült-e itt a Dumcsa Jenő utcában a lakókkal megegyezésre jutni? Ugye voltak különböző problémák, felvetések az előző évekkel kapcsolatban. Ezek a panaszok zömmel jogosak voltak, és ezért arra vállalkoztunk, hogy lakóról lakóra járva átbeszéljük a problémákat. Megegyezések születtek, írásos megállapodások is születtek. Ez részben a rendezvény időtartamát fogja befolyásolni, illetve bizonyos az ott lakók számára káros hatásokat igyekszünk megszüntetni.
Akkor mondhatjuk azt, hogy a Dumcsa forgatag megőrzi az előző évek hangulatát, tehát ki lehet ülni, beszélgetni, enni, inni, jókat. Megőrzi, de ugyanakkor némiképpen keretek között fogjuk ezt tartani. És hát ugye a másik nagy rendezvény, ami hát már megszoktuk szentendreiek, a Szentendrei Teátrum és nyár, ami szintén lesz az idén. És mivel indul, milyen programmal majd ez a fesztivál? A Szentendrei Teátrumnak régi nemes hagyománya az, hogy bemutató előadásokkal rukkol elő. Hát az idén azt hiszem, hogy kisebb fajta szenzáció lesz az, hogy az Örkény Színházzal, ugye az egyik legjobb budapesti színházzal közös produkciót valósítunk meg Mácsai Pál rendezésében, a közelmúltban Kossuth díjat kapott Mácsai Pál rendezésében az Übű királyt állítjuk színpadra. Én azt hiszem, hogy ez mindenképpen egy jó felütése lesz a Szentendrei Teátrumnak, és talán némi túlzással azt is megkockáztathatom, hogy a teátrum mint egy 5 évtizedes történetének a legjobb korszakához tudunk ezzel visszakanyarodni, amikor is a legjobb budapesti színházak ide, Szentendrére rendeztek bemutatót. Itt erről van szó, hogy Mácsai Pál arra vállalkozott, hogy itt Szentendrén rendez, és ide Szentendrére rendezi az Übűt, amit természetesen ősszel visznek majd a Kőszínházba is, de mégiscsak ez lesz az alapfelütés. Én erre nagyon büszke vagyok, szerintem ez egy régi új korszak kezdetét jelentheti. Lesz idén is Orlai produkciós irodával közös programunk, a Happy End, ami közös bemutató, illetve a nyár végén, ami már nem bemutató, de szintén Orlai produkció, a Bagoly és Cica, ezzel fogjuk zárni a teátrumnak a színházi részét. Természetesen nem csak színház lesz, hanem koncertek is lesznek, ezek elsősorban a Művészetmalom, illetve az Új Ferenci Múzeum udvarán. Idén megpróbálkozunk egy operett válogatással is, az egyik estén az lesz, a Pajor Kúria udvarán. Ez abszolút új, és bizonyos szempontból természetesen a teátrum hagyományaitól teljes egészében idegen, de én azt gondolom, hogy ennyi innovációt érdemes belevinni, és meg kell próbálni más műfajokat is. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen hatása lesz, és milyen sikere vagy sikertelensége, de természetesen egyéb koncertek is lesznek. Ami mindenképpen a nyár nagy szenzációja, az a Vujicsics és Szörényi Levente közös koncertje. Én nagyon bízom benne, hogy a Malom udvarára egy gombos tücse lehet majd lejteni ez alatt a koncert alatt, akkor a tömeg lesz. Tehát nagyon sokszínű a kínálat, amellett, hogy természetesen a rendelkezésünkre álló források, azok nem, anyagi források nem mondhatók bőségesnek, de igyekszünk ezt a leghatékonyabban hasznosítani annak érdekében, hogy színvonalas programot kínáljunk a szentendreieknek és az ide Szentendrére látogatóknak, hiszen nagyon komoly az a budapesti, elsősorban budapesti közönség, aki kijön a programjainkra. Igen, éppen ezt akartam kérdezni, hogy erről vannak-e tapasztalatok, hogy többségében Szentendrén kívülről érkeznek-e a látogatók, illetve hogy sikerült-e már egy kicsit a Szentendrén élőket is megmozdítani és elhívni, elfogadni ezeken a rendezvényeken? Az arányok azok változnak, rendezvényfüggő is. Azért nyilván a többség az a fővárosból jön, de hát egy 2 milliós város mellett ez várható. Én azt gondolom, hogy az már egy jó arány, hogyha a nézőközönségünk egyharmada a szentendrei. Arra törekszünk, hogy ezt többé-kevésbé elérjük. És ugye azt mindig mondjuk, hogy Szentendre a művészetek városa. Milyen technikák vannak arra, hogy ezeken a fesztiválokon kívül a városban élőket egyre jobban becsalogassák a különböző kiállításokra is? Van erre már fogadó közönség? Érzik-e, hogy a Szentendrén élők többsége is magukénak érzi ezeket a kiállításokat? Én azt látom, hogy évről évre változik a helyzet jó irányba. Nem mondom, hogy öles léptekkel haladunk előre, de azért egy-egy kiállításon már bizony látszik, hogy van egyfajta jó értelembe vett eltolódás. Nyilvánvaló, hogy ez együtt jár azzal is, hogy a újonnan ide beköltözők esetében vannak már műgyűjtők, vagy a művészet iránt érdeklődők, akik a korábbi lakóhelyükön is hozzászoktak ahhoz, hogy ez egyfajta fontos kiegészítője az életüknek. Na, ők egyre nagyobb számba jönnek a kiállításainkra, és igyekeznek felfedezni az új lakóhelyüknek az értékeit. És sikerül-e a fiatalokat megcélozni, becsábítani a múzeumba? Ugye a Ferenci Múzeumnak vannak különböző múzeumpedagógiai foglalkozásai is. Ezeket sikerül-e az iskolákkal valami szoros együttműködés keretében egyre közelebb hozni a fiatalokhoz? Vannak olyan iskolák, akikkel nagyon jó az együttműködés, és nagyon gyakran jönnek hozzánk, más iskolákkal kevésbé, de én alapvetően ezzel nem vagyok elégedetlen, mert az eddigi mutatóink alapján nagyon sok a diák, helyi diák látogató. Bízom
benne, hogy ez a tendencia ez tovább fog folytatódni. És persze nem csak a múzeum esetében érződik ez a jogos elvárás, hogy a helyi fiatalokat is ellássuk kulturális programokkal, de ha belegondolunk, a DMH udvarán ott van az Elevenkert, ami egy nagyon fontos, ikonikus helyszín, ikonikus program, ezt is megőrizzük az idén, és folytatjuk tovább. És itt egy kicsit visszatérve még a teátrum programjaira, ahogy említette, a Pajor Kúria udvarán lesznek előadások, ez azt jelenti, hogy ezért változtak a helyszínei a teátrum és nyárnak, tehát a DMH udvarán. Négy helyszínen dolgozunk, ami komoly kihívás a számunkra, hogy lesz olyan alkalom, amikor egyszerre egy időben több helyszínen is vannak programjaink. Tehát a Pajor Kúria udvara, a DMH udvara, a Művészetmalom udvara és a Városháza udvara. Természetesen igyekeztünk egyfajta profiltisztítás keretében a megfelelő programcsomagot helyszínekhez rendelni. És tényleg ugye, ahogy elmondtuk, nagyon széles a kínálat, és szinte minden korosztálynak lesznek programok a nyáron, ahogy már elmondtuk, hát a fiataloknak az Elevenkert, és hát ha jól tudom, folytatódik tovább a gyerekteátrum is a DMH-re. Természetesen, tehát a gyerekszínházi előadásokra nagyon nagy igény van, éppen ezért igyekszünk ezeket az igényeket is teljesíteni. Természetesen folyamatosan elemezzük az elvárásokat, tapasztalatokat, a nézőszám alakulását. E tekintetben a tavalyi nyár az mindenképpen egy jó alapot adott, nagyon megemelkedett a nézőszám, ugye másfélszeresére a korábbinak. Ez a jegybevételeinket is kedvezően befolyásolta értelemszerűen. Bízom abban, hogy ez a folyamat sem áll meg. Igazgató úr, megjelentek-e már a programfüzetek, és ezekkel hol találkozhatnak az emberek? Jövő héten fognak megjelenni, már nyomdában vannak, jelentem. Jövő héten lesz a szabadtéri színházaknak közös sajtótájékoztatója Budapesten. Oda úgy illik elmenni, hogy mindenki viszi a saját programfüzetét, de ezen kívül a Szabadtéri Színházak Szövetsége egy közös programfüzetet is megjelentett, abban is benne vagyunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt. Köszönöm szépen. És további sok sikert kívánok a munkájához. Köszönöm. Köszönöm Önöknek is a figyelmet, a viszontlátásra.